remélem meg is jelenik, és akkor szeretettel beszeretném mutatni Vasáros Gábort. Gábor kilóg az előadók közül, volt már itt olyan, akire azt mondtam, hogy nem tekinteném már igazán vegyésznek vagy kémikusnak. Gábor soha nem tekintette, szerintem senki se vegyésznek vagy kémikusnak, ő ebben lóg ki. Tehát ugye a geográfos kifejezést szoktuk mondani, ez azért valójában egy földrajzzal kapcsolatos tudományos megfogalmazás. És Gábor úgy került a képbe, hogy ez a lapos föld dolognak a kémiai változatáról ő már kisebb körbe tartott már egy előadást, és akkor így jutottunk el végül is kapcsolatba több lépésen keresztül. És én nagyon hálás vagyok a Gábornak, mert én nem tudom, mi van ezzel a szeptemberrel, de hogy egyik előadónk se volt hajlandó a saját előadását, akivel megbeszéltem szeptemberre rakni, nem tudom, mi volt. Tehát tudják, nagyon jó meleg idő van, úgy látszik, a nyár kigyújt szeptemberre. El kéne mondanom, hogy hol dolgozik Gábor, és ezt nem vállalom. Tehát azokat a betűszavakat nem tudom feloldani. És most egy rossz viccet mesélek, de sajnos ez tényleg ilyen, és utána adom át a szót. Az egyik kémiai kutatóintézetnek volt egy rövid időszak, amikor kb. Fél évente megváltoztatták a nevét. És a munkavállalókat képviselte ott egy kollégám az intézet vezetésében, és neki az volt a javaslata, hogy mi lenne, hogyha bejáratnál kitennének egy ilyen interaktív táblát, amire az aznapi nevét kiírnák az intézetnek, hogy pontosan tudják, hogy hol dolgoznak. Hogy át is adom a szót, jó? Igen, hát én ezt rövidíten úgy szoktam, hogy a Regionális Kutatások Intézetében dolgozok, annak is tulajdonképpen az Alföldi osztályán. Én alapvetően vidékfejlesztéssel dolgozok, nekem ez a szupererőm. Úgyhogy én nagyon nem kötődök a kémiához. Ezt jelezném is, hogy milyen szomorú dolog, hogy földrajzból nincs Nobel-díj egyébként. Szerintem ez egy hatalmas nagy tévedése a tudománynak. Amiről ma fogok beszélni, az a chemtrail Conteo, igazából ennek is a tudományos bizonyíthatóságáról fogok beszélni. Miért fontos erről beszélni? Hát egyrészt a chemtrail Conteo az tulajdonképpen az összeesküvés elméleteknek a királynője. Ez a legismertebb, a legtöbb követője ennek van, talán a legkidolgozottabb is. Ez a tudományos szempontból is nagyon érdekes, mert egyfajta állatorvosi lóként bemutatja azt, hogy a tudomány kommunikációnak milyen a helyzete a társadalommal. Egyrészt bemutatja azt, hogy az átlag internetező az hogyan viszonyul a tudományos megállapításokhoz, ez a brit tudósok megállapították típusú cikkekre gondoljunk például, és arról is, hogy maguk a tudósok akár hogyan gondolkoznak az átlagembernek a világképéről. Ugye nagyon gyakori, hogy a chemtrailben hívőket nagyon durván megbélyegzik, szidják, személyes támadások érik őket, hogy ez a fordítás, hogy megértsék a világot, de ez nem igaz. Valójában az összeesküvés elmélet az egy pszichológiai folyamat, ami teljesen normális, hogy az emberek hisznek ilyenekbe, majd be is fogom mutatni, hogy miért. De csomó egyébként Conteóba hiszünk, és teljesen elfogadjuk, hogy abban emberek hisznek. Chemtrailért szoktak lehülyézni embereket, de mondjuk azért nem szoktunk lehülyézni valakit, mert hisz a horoszkópba. Pedig az előadás végére be fogom mutatni, hogy a chemtrailnek egyébként lényegesen több valóság alapja van, mint akár a horoszkópnak, vagy mondjuk a grafológiának. Ugye a grafológia csak azért tud életben maradni, mert sokan összekeverik az igazságügyi írás szakértéssel, kettőnek semmi köze nincs egymáshoz. Valamint arra is jó a chemtrail, hogy megmutassuk azt, ugye, példa jelleggel, hogy miért beszél el egymás mellett a társadalom és a tudomány. Maga a Conteo, mint fogalom, az egy nagyon érdekes dolog, tulajdonképpen nincsen egy igazán jó definíciója, Science Directen megnéztem, több ezer cikk foglalkozik vele, de egyikben sem volt egy normális fogalom, hogy Conteo az tulajdonképpen az, amit mi Conteónak tartunk. Olyan összeesküvés elmélet, ami arról szól, hogy valakik csinálnak valamit, és ez nem bizonyítékok alapján van mondva, hanem mert úgy gondoljuk. A Conteo maga az tulajdonképpen kicsit olyan, mint a vallás, úgy működik, a megerősíti torzítása nagyon fontos alapja. Tehát, hogy én azért tartom a Conteót fontosnak, mert csak azokat a véleményeket fogadom el, amelyek alátámasztják a Conteót. Ez részben egyébként a felelősség eltolásának pszichológiájával kapcsolódik, tulajdonképpen, hogy hát nem az én hibám, hogyha sikertelen vagyok valamiben, hanem a gonosz háttérhatalom, vagy az alakváltógyék emberek, vagy éppen melyik Conteóban mi van. Vagy a gyógyszerbiznisz miatt hullik a hajam. Ezek ilyen tipikus Conteók. Nagyon fontos, hogy a Conteo érzelmi bevonódást okoz. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az átlag ember, amikor egy Conteót elhisz, azt valakinek elmondja, akkor egy sikerélményt él át. És ez ugye olyan kicsit hasonló élményt ad át, mint amikor az ember vesz egy új terméket, és ez a kibontja. Mindenképpen a Conteóknál is. Ugye, hogy miért nem vita? Ugye tőlem kérdezték, kommentelték is, meg írtak nekem levelet, amikor meg lett hirdetve az esemény, hogy de hát, hogy miért nem beszélek valakivel, aki chemtrailes. Ugye ennek az egyik oka a gizsgalop. Ugye, mondtam,
érzelmi bevonódással jár egy Conteóról beszélni, és egy Conteóst meggyőzni arról, hogy a Conteó nem igaz, az ő számára egy személyes támadás, tehát ő ezt úgy éli meg, hogy tulajdonképpen nem valami vita kérdést tárgyalunk, hanem neki a saját személyiségét támadjuk. Majd mutatok rá konkrét példákat, és ugye erre az egyik reakció az úgynevezett gizsgalop, ez egy bácsiról van elnevezve, aki hát mondjuk úgy, hogy nem annyira ragaszkodott az igazsághoz a viták közben, hanem ami eszébe jutott, azt így benyomta, percenként 300 hazugságos sebessége, hát ki a fene tudja ezt cáfolni. Conteó az egyébként nem egy új dolog, Conteó történelem az viszonylag hosszú, a legrégebbi Conteót biztos mindenki ismeri, ez a hanyatló nyugat Conteója, ez még egyébként az ókorba ered, ugye a tulajdonképpen a kelet és a nyugat-római birodalom, mikor szétvált, a kelet-rómaiak azok így mindig mondták, hogy ez a hanyatló nyugat, és ők a nyugat-római birodalomra gondoltak, bezzeg ott ők mennyire frankók. Ez mai napig létezik. Ugye az első ténylegesen dokumentált Conteó, az tulajdonképpen ez az idézett cikk, ami látszik a képen, ez tulajdonképpen a New York Times-ban jelent meg, ez arról szól, hogy tulajdonképpen a rabszolgaságot azért akarják eltörölni az angolok, mert nekik kell több rabszolga, és ezért legyen az USA-ban rabszolgaság. Tudjuk, hogy az angolok ekkor éppen nem a rabszolgaságban hittek, hanem zajlott az ipari forradalom, elég erőteljesen. Másrészt ugye a Conteók szeretnek ismétlődni, időről időre újra előkerülnek, hát ugye ez a világon még nem volt szerintem olyan forradalom, lázadás vagy akár sztrájk, amiről legalább egy újság ne írta volna le, hogy azt vagy egy kém szervezte, vagy a háttérhatalom. Másrészt nagyon sokszor szándékosan keletkeznek a Conteók. Erre szerintem az viszonylag ismert, ugye a Edison-Tesla féle váltóáram, egyenáram vita, az gyönyörű, szép, érdemes utána olvasni. És Conteókat lehet tipizálni, ez nem egy tudományos tipizálás, ez az én áltudományos tipizálásom, tehát ez az én Conteóm. Vannak jó Conteók, rossz Conteók, álkonteók, kontanyót szennyezettség, és ugye a rejtett téfit, ez azért fontos, mert valójában minden Conteó születése pillanatában egy téfit. Csak ezt valaki felkapja és tovább költi, így lesz, mindig téfitként indulnak a Conteók. A jó Conteó az tulajdonképpen azt jelenti, hogy logikus, egy magyarázható eseményt ír le, nagyon fontos tulajdonsága a cáfolhatóság. Tehát nem az, hogy én azért mondom ezt, mert én így gondolom, és aki más mond, az buta, vagy mit tudom, háttérhatalom ügynöke, hanem próbál bizonyítékokat felhozni. És ezeknek az a tulajdonsága, hogy ezek utólag igaznak bizonyulhatnak, és két példát hoztam, ugye a Tonkini csata, ugye ez a vietnámi háborúba az Egyesült Államok belépését, volt egy tényleges rajtaütése a vietnámi haderőnek, de még egyet behazudtak, hogy beléphessen az Egyesült Államok az akkor zajló vietnámi konfliktusba, és erről utólag kiderült titkos iratokból egyébként, hogy ez tényleg megrendezett volt, ez a valóságban, ez a második ütközet, ez nem történt meg, hogy az úgynevezett MK Ultra, itt az MK Mind Control agyirányítást jelenti, semmi telepátiára nem kell gondolni, tulajdonképpen kábítószerre kísérleteztek a lakosságnak, így úgy beadagolták. Érdekes dolog egyébként, hogy mikor nyilvánosságra kerültek a dokumentumok, nagyon durván egybeestek ezek a kísérletek azzal, amikor az emberek elkezdtek UFO-kat észlelni. Van az a mennyiségű anyag, amikor az ember már lát UFO-kat. Vannak a rossz Conteók. Már ezt mondtam, hogy ez logikai bukfencek vannak benne, olyan állítások, amik nem cáfolhatóak, tulajdonképpen ez egy hitkérdés. Azért van ez így, mert én azt mondtam, és punktum. Ilyen például az 5G Conteó, hogy ezt rendszeresen ilyen szétrobbanó fejű gyerekekkel ábrázolják, mivel szerintem senki nem látott szétrobbanó fejű gyereket az utcán, a mobiltelefon közelében, ezért gondoljuk, hogy ez nem igaz. Itt az a lényeg, hogy tulajdonképpen nincsen indoklás, hogy valami valamit hogy okoz, csak van egy elképzelés, hogy valami nekünk rossz, meg le van írva egy elképzelt hatás, de hogy ez a kettő egymásból hogy következik, ez sehol nincsen leírva. Vagy ha le van írva, akkor nagyon fals. Vannak az álkonteó, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy valami, amit az emberek többsége konteónak is, de nem konteó, hanem egy normális tény, ugye ez az egyik tipikus, az 51-es körzet létezik-e. Erre nagyon sokan a Facebookon például egyből ráírják, hogy ha megint valami hülye, aki sokat nézte az X-aktákat. Nem, 51-es körzet az egy tényleg létező amerikai támaszpontnak volt tulajdonképpen a kódneve, egyébként például az SR-71-es repülőket itt tesztelték, Google Maps-en meg lehet találni. Ugye az légkör időjárás módosítás sem egy kitaláció, hanem ez egy létező dolog, erről fogok is majd hosszabban beszélni. Aztán van az úgynevezett Conteó szennyezettség, ez tulajdonképpen az, amikor valami tudományos létező dologhoz kötődnek téfitek, és az emberek többsége nem a tudományos dolgokban hisz, hanem a Conteóban, ami hozzá kapcsolódik, és az emberek sokszor össze is keverik, és a Conteót elhiszik, hogy az egy tudományos tény. A kedvencem, ugye a génmódosított növényeket Magyarországon is, meg Németországban is az egyik ilyen civil szervezet azzal próbálta ekézni,
hogy a kék eper az milyen egy gusztustalan dolog, mert hogy egy halnak a génjét beletették az eperbe, hogy kékszínű legyen, és az ilyeneket már nem szabadna engedni, hogy az emberekkel etessék. Ezzel egy baj van, ez soha nem létezett, ez egy photoshopos kép, egyébként egy amerikai informatikai cégnek a gerilla kampányában találták ki kattintásvadászati célokból. Vagy ilyen a grafológia. Ugye a grafológiát összekeverik az íráselemzéssel, és az észik el azt, hogy a grafológia működik, de az íráselemzőket egyébként itt képzik volt Zrínyibe, úgyhogy meg lehet nézni, teljesen másról van szó. És aztán vannak olyan dolgok, amik téfitek, és nagyon sokszor konteókat kerítenek köré. Ugye egy sima érdekes dolog, ami az embereknek a tudományos tény, de az embereknél rosszul csapódik le. Például, hogy megkerülték a németek a második világháború, ugye a francia erődrendszert, ezt szerintem mindenki tanulta a suliba. Ez tök jó hangzik, csak ugye a franciák azok olyan szinten, hát mondjuk úgy, hogy féltek a német támadástól, vagy nem hogy a belga, de még a képen látszik, hogy még a svájci határt is megerődítették, mert ugye német többség volt Svájcban, és ott még Korzikán is képült az erődrendszer. Ráadásul az egészben az a vicces, hogy a németek nem egy helyen törték át, hogy nekünk be van rajzolva a térképe, hanem vagy 50 helyen. És ez nem kell beülni semmilyen levéltárba, poros francia meg német iratokat olvasni, és ezek a bunkerek a mai napig ott vannak, valaki felcsapja a műhold képet, és meg lehet őket végig találni a határ mentén, mert sose volt őket pénz lebontani. A történészek nem is ezt mondják egyébként, csak már a köztudatban itt csapódik le. A másik ugye az én kedvencem, a lugosító citrom, hogy ugye azért vagyunk betegek, mert el vagyunk savasodva, és ha citromot eszünk, akkor ma jó lugos lesz a vérünk, és nagyon egészségesek leszünk. Ez hál' Istennek nem igaz, mert ha ezek a lugosító diéták működnének, akkor az emberek elég könnyen megölnék magukat, mert az ember pH értéke nagyobb mértékben, a vér pH értéke nagyobb mértékben eltolódna bármilyen irányba, akkor az nem lenne túl egészséges, és akkor finoman fogalmaztam, ugye a filmes klisé kedvence. Ütközés után ugye az autók felrobbannak, pláne a dízelautó. Hát nem, az autók nem tudnak egy ütközés után felrobbanni. Hát a gáz és a hidrogén üzemi az már egy kicsit bonyolultabb, de általában a benzin és a gázolajos autók nem tudnak így felrobbanni. A legjobb az egészben, hogy a Cantrell Conteónak a különböző verziói azok valójában ezt az összes kategóriát lefedik, ugyanis Cantrellből többféle van. Valójában már az legelső pillanatban is többféle Cantrell Conteó alakult ki, ugye, aki hozzám hasonlóan boomer, az tudja, hogy régen még nem Facebookon beszélgettek az emberek, hanem mindenféle fórumokon, és az a helyzet, hogy a különböző fórumokon különböző Cantrell verziók alakultak ki. Volt egy első generáció, ez volt a legeleje, ugye a második generáció azok voltak már az ilyen bonyolultabbak, és abban volt az a hárpos, ugye ez a hárp ez arról szól, hogy ilyen földrengést okozó szuperfegyver, erről én ma nem fogok beszélni, mert ez megér egy külön misét, ráadásul nem értek a rádióhullámokhoz. De ami nagyon fontos, hogy a Cantrell Conteó bizonyos típusairól én most nem nagyon fogok beszélni, mert tulajdonképpen ezek a klímaváltozás hatásait akarják egy összeesküvéssel magyarázni. Klímaváltozásról még azért viszonylag már mindenki tudja, hogy azért van. Szerintem már nem nagyon tagadja a világon senki, egy-két politikus leszámítva. De ami a legérdekesebb, hogy Magyarországra tulajdonképpen egy ilyen katyvaszként érkezett be, részben a nyelvtudás hiánya miatt a Cantrell. Tulajdonképpen nálunk ez a klasszikus, ugye ez a demenciát okozó fémeket kevernek a repülőgép üzemanyagba, Conteó keveredett össze az, hogy a talajroncsoló és a népírtó fémes Conteóval. Nálunk a többi verzió annyira nem jelent meg, úgyhogy ez egy hungarikum igazából. Maga a Cantrell Conteó történelem az egy viszonylag nagy múltra tekint ma már vissza. A 99-ben találta ki a képen látható úriember, a képen látható cikk volt az első, ami tulajdonképpen a Cantrellről szólt. Ő egyébként egy nagy ilyen ipari Cantrell gyártos, tehát egyébként a World Trade Centerrel, az 5G-vel, Wi-Fi-vel, mikrohullámú sütőegészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos Conteók egy jelentős részét ő találta ki. És volt egy másik ember, ugye ez a pontosabban két úrrét beltemelném ki, ők tulajdonképpen egy rádió műsorban beszéltek erről, de ők egy másfajta Cantrellről beszéltek, ugye ezért mondom, mert eleve kettő verziója volt a Cantrellnek. Igazából a Cantrell csúcsidőszak az nagyjából olyan 2012-13-ra jött el, ekkor világon tüntetések voltak, Magyarországon még a parlamenti vizsgálatot is követeltek ezzel kapcsolatban. Ennek az egyik oka az volt, hogy egy Egyesült Államok légierei által megrendelt tanulmány, egyébként ez nem igaz, mert ez egyébként egy disszertáció volt, semmi köze nem volt a légierőhöz. Készült, ez kikerült az emberek kezébe, és ezt totál félre magyarázták. Ugye ez valójában arról szólt, hogy hogyan lehetne a légkört úgy módosítani, hogy a klímaváltozás ne üssön be, de ezt félre magyarázták úgy, hogy itt most jól népírtani akarnak.
Ez azért fontos, hogy ebben az időszakban volt a chemtrailnek a csúcskorszaka, mert ekkor a tudományban hatalmas változások zajlottak. Ugye megjelent ez a publish or perish rendszer, ez tulajdonképpen arról szólt, hogy a tudomány metria az teljesen elterjedt a világon. Ez arról szól, hogy a tudósoknak a mérőszáma az, hogy kit mennyire tartanak jó tudósnak, az egyetlen dologra koncentrálódik, hogy hány szkópuszos kús cikket produkál évente. Ez azzal járt, ez egyébként egy nagyon jó biznisz, tehát ennek azért irgalmatlan pénzügyi bevételei vannak, ezen pár cég egyébként iszonyatosan, hát mondjuk úgy, hogy gusztustalanul gazdagra kereste magát. Ráadásul ugye irgalmatlan mennyiségű publikáció jelenik meg évente. Egy egyszerű példát mondok, nagyon gyakorivá vált utána, erről több kutatás is volt, ilyen panelvizsgálat, hogy tudósok elkezdték felszalámazni kutatásokat. Nem az volt, hogy egy kutatást kompletten tokkal vonóval leírt egy cikkbe, hanem mondjuk ír belőle inkább négy különböző cikket, viszont egy-egy cikkel olvasásával nem jutottunk át a teljes képre. Ez egy példa volt, és nagyon sokszor ezek ugye az íróasztalba kerültek, mert senki nem bírta ezt követni. Ennek a negatív hatása az volt, hogy ugye nagyon sok tudós, mivel egyfolytában írnia kellett ezeket a publikációkat, kivonult a tudományos életből, és a közéletből, tehát gyakorlatilag az ilyen tudományos ismeret terjesztése már nagyon kevés idő maradt. Hát az, hogy például itt Magyarországon van mondjuk az atomcsill vagy az alkémia, az a ritka kivétel Kelet-Európában, tehát ez egyáltalán nem elterjedt, tehát ilyen nem nagyon van. És akkor maga Peter Higgs, akiről elnevezték ugye a bozonokat, ő mondta, hogy ő ma már nem kapna munkát, hát annak idején ő nyilatkozta, hogy ő nem kapott volna akkortájt munkát, mert neki fiatal korában nem volt olyan publikációja, mert ő meg járt mutatni, és akkor mikor számolt, akkor nem írogatott. Ráadásul ez a tudománykommunikáció és a közvéleménynek a kommunikációja ebben az időszakban nagyon elcsúszott egymástól, ugye ekkor jelentek meg a brit tudósok, megalapították típusú cikkek a szórakoztató magazinokba. Ennek az az oka, hogy a tudomány és a közbeszéd ez egy kicsit máshogy működik. Egyrészt a tudomány az alapvetően nem megmondja a frankót. A tudománynak az alapvetése az ugye interszubjektivitás, ez arról, ennek az a lényege, kis tudományfilozófia, hogy az, hogy mi magunk milyenek vagyunk tudósok, az, hogy minket mi érdekel, az már befolyásolja, hogy mit fogunk kutatni. Az, hogy én mondjuk egy földrajzosként, vagy egy európai vidéki családból származó ember vagyok, azért az valamilyen szinten determinálta, hogy én mondjuk vidékfejlesztéssel fogok foglalkozni. És ezért van az egyébként, hogy akik egy helyről jönnek, általában kicsit hasonlóan gondolkoznak a világról, és például pont azok a kutatócsoportok azért sikeresebbek, ahol nagyon sokféle ember van, akár japán, kínai, chilei, meg európai is van keverve benne, fiúk, lányok vegyesen, azok a hatékonyabbak, mert többféle hozott anyaggal dolgoznak. Másrészt ugye az interszubjektivitás azt is jelenti, hogy mi nem leírjuk azt, hogy valami így lesz, vagy úgy lesz, hanem a tudomány az alapvetően ugye megismer egy problémát, arról adatokat gyűjt, készítünk róla egy modellt, amivel megpróbáljuk leírni lehető legjobban a világot, és az alapján próbálunk megoldásokat, eredményeket, vagy használható technológiákat létrehozni. Ugye a piros nyilak itt azt jelzik, hogy hát ez legritkábban sikerül, általában vannak buktatók. Ugye két mérésre, mindig két mérés szabad csinálni, mert lehet egy vonalat húzni, három mérésnél már nem jön össze. És ez azzal jár, hogy ugye nagyon sokszor a modelleink egyszerűsítik a világot, és ezt nagyon könnyű félreérteni. Széndioksziddal számoljuk a klímaváltozást, de nem azért, mert a széndioksid a bűnbak, csak azzal könnyebb számolni, hogyha mindent átszámolunk széndioksid egyenértékre. De ugye a politikában ez már úgy jött le, hogy széndioksid egyelőre úsz. Ráadásul a tudomány az valószínűségeket ad meg. Tehát nem azt mondjuk, hogy igen vagy nem, hanem megadjuk, hogy ekkora százalék eséllyel így történik, akkora százalék eséllyel úgy történik, aztán benne van a hiba is, mert a méréseink sem tökéletesek. És épp ezért ugye két ellentétes állítás, ami a lakosság számára ellentétesnek tűnik, az valójában igaz. Lehet, hogy ezt a szemletes ábra próbál bemutatni, színezésen véletlen teljesen. Én átmondok öt bétmond, mindkettő lehet igaz, attól függ, hogy milyen léptékben vizsgáljuk, tehát például a földrajzban például teljesen nem mindegy, hogy valamit mondjuk egy országrésze szinten vizsgáljuk, vagy a települési szint alatt. Ráadásul a tudomány naponta változik, ugye jönnek a folyamatos eredmények, viszont a média minket mihez szoktatott hozzá, ugye az az egy Twitter üzenetnyi hosszúságú cikkhez, amiben egy igen nemes eldöntendő fekete-fehér válasz van, és ez nagyon nem működött együtt. És így lehetett egy csomó mindent félreérteni, és arról fogok most beszélni, hogy mi az, ami tulajdonképpen igaz a chemtrailből, de alapvetően mégsem úgy igaz, ahogy igaz. Maga a kondenszcsik az ugye egy nagyon egyszerű dolog, ahogy működik egy hajtómű,
koromszemcséket juttat a légkörbe, a koromszemcsékre kicsapódik a levegőben lévő pára, ugye ez nagyon függ attól, hogy milyen a hőmérséklet, milyen magasan van a repülő, mekkora a légkör páratartalma, milyen a szél, mert lehet, hogy a szél hamarabb szétfújja, mint egy összefüggő kondenszcsik kialakuljon. Szándékosan nem tettem sugárhajtású repülőgépet a képre, kondenszcsik az benzinmotoros repülőgépekkel is tökéletesen jól működik, sőt, még ennél is bonyolultabb a helyzet, mert kondenzáció az nem csak kondenszcsik formájában tud megjelenni. Ugye az aerodinamikai kondenzáció nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy a szárny különböző alkatrészei körül, ahogy örvénylések alakulnak ki, az örvényekben a nyomás változás miatt is kicsapódhat a pára. Ennek tipikus eredménye képen csak olyat láttok, hogy a úgynevezett Fowler fék szárny, hogy ki van nyitva, hogy a repülőgép tudjon lassan menni. Ugye gyors repüléshez vékony lapos szárny kell, a lassú repüléshez meg minél íveltebb, minél nagyobb szárny kell. Ezt úgy oldják meg a mai repülőgépek, hogy nagy magasságban gyorsan tudjanak repülni, és leszállásnál viszonylag lassúak tudjanak lenni, hogy ilyen fékszárny kinyílik, viszont ennek a burkoló elemei láthatóan képeken nagyon durva örvényeket okoznak, amik ki tudják a párakicsapódást okozni. Maga az, hogy a kondenszcsék az lesz-e, nem lesz-e, mennyire tartósan marad meg, lesznek-e benne például megszakadások, azok a légköri folyamatoktól függenek. Ugye itt láthatóak az ábrák, hogy különböző magasságon, különböző páratartalom mellett hogy néz ki egy kondenszcsék. Itt tulajdonképpen a legegyszerűbb, amit el tudok mondani, hogy több a pára és hidegebb a levegő, akkor alapvetően tartósabb lesz a kondenszcsék. Ha egy pici szél fúj, akkor alapvetően ilyen szétterülő kondenszcsék alakul ki. De ha nagyon erős a szél, akkor ugye szétfújja, attól még egyébként van kondenszcsék, csak mi már a talajszinten nem látjuk. Ráadásul ugye a kondenszcsék az nincs leszegezve az égben, hanem a szél odébb fújja folyamatosan. Ez azt eredményezi, hogy ahogy haladnak a repülőgépek a repterek között, gyakorlatilag az egymás után jövő repülőgépeknek a kondenszcsikját elfújja a szél, és gyakorlatilag ilyen rágyszerkezet alakul ki, hogy az animáción látszik. Ugye ez azért érdekes, mert emiatt tűnik úgy sokszor az embereknek, hogy ilyen szándékosan becsikozták az eget, mint hogyha permeteznének. De valójában nem erről van szó. Ráadásul irgalmatlan nagy az az égrész, amit egy átlagember belát. Tehát hogy elér egy tetejéről szerintem a Komárom felett repülő, nagy magasságba repülő gépet még simán lehet látni, hogyha nagyon jó az időjárás, és nincs pára, meg a nap is úgy süt. Ugye ezért a konteósoknak az az állítása, hogy itt biztos szándékos permetezés van ezzel a sok csikozással, az a két dolgon is megbukik, ugye ezen az odébbfújáson, másrészt azon, hogy de ennyire sokan utaznak repülőgéppel, ugye a fapados repülőgép forradalom az azt okozta, hogy többszörösére nőtt, még a Ferihegy légiforgalma is gyakorlatilag háromszorosára nőtt, olyannyira, hogy egyébként már kutatások vannak arról, hogy az üvegházhatás az egyébként milyen mértékben járul lesz hozzá. Viszont abban igaza van a chemtrail hívőinek, hogy de chemtraillel próbálkoztak egyébként a légierők, nem is kevésszer. Az Egyesült Államok, a Szovjetunió és például a kínai légierő is kísérletezett vele. Pár konkrét példa, ugye a Renchand projekt az arról szólt, hogy Vietnámot jól megszórják egy gyomirtószerrel, lehullik a fák levele, akkor már látni fogják a Vietcongnak a vonulás útvonalait, és akkor a vietnámi háborút így meg tudják könnyebben nyerni az amerikaiak. Ez nem jött be. Ellenben ez a vegyszer a mai napig ott van a talajban, és mérgezi az embereket, és a mai napig egészségkárosodást tud okozni. Ugye ez a másik projekt, amit hoztam képen, ez arról szólt, hogy tulajdonképpen a kolumbiai kábítószer területeket jól megszórják, és akkor majd ott nem terem meg a kábítószer. Ebben egész elvadultak is voltak, tehát itt olyan projektek is voltak, hogy például krumplibogarat szórnak, hogy tönkretegyék a termést, vagy például japánok is kísérleteztek azzal, hogy betegségekkel fertőzött rovarokat szórtak le, hogy az embereket, hogy az állatokat megfertőzzék. Ezzel egy baj van, hát ugye ez nem chemtrail formátum. Kis magasságon szórják, nagyon sokszor nem is repülőgépről, hanem helikopterről. Ráadásul ezek rendes permetezőgépekkel voltak szóval, mint amik nálunk a szúnyogírtást végzik Magyarországon. Abban viszont szintén igazuk van a chemtraileseknek, hogy hát az időjárás módosítás az egy tény. Teljesen. Raktam egy könyvnek a képét, az, ha jól emlékszem, 86-ban jelent meg, nem is újdonság valójában. Egy leggyakoribb módja az időjárás módosításnak, amit ismerünk, az ugye a jégkár megelőzés. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy valamilyen porított anyagot levegőbe juttatunk, használtak konyhasót, ugye ezüstjodidot, de mindenféle anyagot kísérleteztek. A kínaiak egy ponton még egyébként sima rizslisztet is szórtak a levegőbe. Az a lényeg, hogy magához gyűjtse a nedvességet a levegőből, a páras cseppeket. Ugye ez a szemcse körül kialakul egy vízcsepp, és ez lehullik. Ennek mi a felhasználása? Egyrészt, hogyha jön egy nagy vihar, és beleszórjuk ezt a felhőbe, akkor még azelőtt eső formájában tud távozni egy csapadék, mielőtt kialakulna a jégeső. Ugye Magyarországon is ugye a jégkár megelőző rendszer az így működik.
de Kínában ezt egyébként sokkal nagyobb és ipari szinten űzik. Ott ennek van egy külön intézménye, ez a Nemzeti Időjárásmódosító Intézet, ott van a neve leírva, én meg nem próbálom kiejteni. Ugyanis kínai olimpiára kitalálták, hogy itt nem lesz olyan, hogy most hol esik az eső, hol nem, hanem vagy lesz eső, vagy nem, és ezt mi mondjuk meg. Nyilván ez annyira sikeresen még nem működik, de alapvetően nagy sikereket értek el, tehát vannak olyan részei Kínának, ahol el tudták érni egyébként, hogy egy év alatt akár 100 mm-re több csapadék is essen. Azért abban én nem vagyok teljesen biztos, hogy az ő érdemük, és nem éppen a időjárás szerencséjé múlt, de ők úgy gondolják, hogy ez nekik megy. Ráadásul ugye a Chemtrailnek tulajdonképpen, mint mondtam, az egyik alapját egy tanulmány adta, ami hivatkozott egy korábbi légierős projektre, ugye ez volt a Project Cloverleaf. Ez tulajdonképpen arról szólt, hogy az amerikai légierő próbált tornádókat csinálni, és ezzel elpusztítani országokat, gyakorlatilag az időjárást ugye fegyverként használni. Hát ez is megint olyan, hogy igaz is, meg nem is, mert egyébként ez maga igazából nem létezett, de volt egy hadon projekt, ami tényleg létezett, ebből a Popeye nevű volt a legnagyobb. Ez tulajdonképpen arról szólt, hogy megpróbálták repülőgépekkel az légkört úgy megszórni, hogy nagy esőzéseket okozzanak. Ugye ennek az volt a lényege, hogy különösen a monszun időjárási övezetben a monszunnak a módosításával, hogy hamarabb vagy később legyen eső, lehet befolyásolni azt, hogy például mikor lehet szállítani, ugye katonai szállítás, vagy éppen a termény tönkre lehet tenni. Csúfos kudarc volt a projekt, milliárdokat elköltöttek, soha semmi érdemleges nem tudtak kimutatni, de egyébként ilyennek is leteztek a szovjetek is és a kínaiak is. Chemtrailnek a leggyakoribb bizonyítékai viszont mind hamisak, és akkor most egy kicsit arról is fogok beszélni, aminek semmilyen valóság alapja nincsen. Ugye ezek a leggyakrabban olyan beismerések, hogy biztos mindenki talál az interneten ilyet, ha rákeres, hogy beismerték a Chemtrailt, tehát ez most már tény. Ez tök jó, csak ezt általában olyan emberek ismerik be, akik vagy nem értenek hozzá, vagy valójában nem azt mondta, csak szándékosan félre lett fordítva az eredeti német, vagy éppen angol szöveg, amikor magyarra fordították. Ugye a képen látható tudós írt egy cikket arról, hogy ez milyen veszélyes, hogyha a légkört módosítjuk. De hát ő nem a Chemtrailről írta ezt a cikket eredetileg, hanem arról beszélt, hogy ugye ha a klímaváltozást meg akarjuk akadályozni, arra volt egy ötlet, hogy majd a légkörbe fújunk mindenféle anyagokat, hogy leárnyékoljuk a napsugárzást, és akkor nem melegszik a bolygó. Igen, de ezt egyetlen repülőgépekkel képzelte el, mert az túl kicsi a kapacitás egy repülőgépnek, amilyen hatalmas nagy ballonok lettek volna felfújva, és hajóról több ezer tonna szán spickelték volna fel az anyagot ilyen csővezetéken keresztül. Volt egy másik ember, ugye ez egy meteorológus volt, aki beszélt arról, hogy milyen brutálisan tönkretesszük itt a talajt, meg a mezőgazdaságot. Megint csak nem a Chemtrailről beszélt, hanem a magyar nyelven Staniolnak nevezett jelenségről, ez tulajdonképpen ilyen pici alumínium darabkák vannak egy ilyen kupakba összerakva, ezt a vadász repülőgépek szórják ki maguk mögött, hogy a radar vezérelt célkövető rakétákat megtévesszék, illetve ennek van egy verziója, amikor gyakorlatilag izzó magnézium darabot dob ki magából a gép, az meg a hőkövető rakéták ellen van. Ugye a német légierő, mikor gyakorlatozott, ilyeneket szórtak a repülőgépek, nyilván tesztelték is, hogy a radarokat mennyire tudja ez zavarni, hogy ez lepotyogtak a földön, hogy a tehenek ezt megették a füvel együtt, és ez a tehenekben hatalmas egészségkárosodást okozott. Semmi köze nincs a Chemtrailhez, de attól még maga a jelenség tényleg megtörtént. A kedvencem volt a képen látható hölgy, hogy a svéd zöld párt nevében ő bejelentette, hogy a Chemtrail létezik, és írtanak minket, mint az állat. Ez két baj volt, hogy a hölgy semmilyen pártnak nem volt tudtommal akkor éppen a tagja, pláne nem elnöke, és nem is országos szintű politikus volt, hanem egy sima önkormányzati képviselő volt. Ráadásul ennél sokkal nagyobb zöldségeket is beszélt, tehát ez még a legkisebb butaság volt, amit mondott. De tulajdonképpen nagyon sokan elhitték, akik nem járatosak a svéd politikába, és nem tudtak utána nézni, hogy ő kicsoda. Aztán volt egy olyan eset, ami még viszonylag nagyobb hírt kapott, és a magyar médiában is megjelent, hogy a drezdai repülőgép szerelő beismerte, hogy ő Chemtrail szórófejeket szerel a gépekre. Ez nagyon jó. Nem szerelő volt, hanem a takarító a csarnokba. Mert ha szerelő lett volna, akkor tudta volna, hogy egyébként ez egy kísérletekre használt repülőgép, amin azért van a szórófej, mert ebből lehűtött vizet spickoltak a mögötte haladó repülőgépre, hogy az eljegesedést szimulálják. Hogyha jég kialakul a szárnyon, megváltoztatja a levegő áramlását, és ettől akár még le is tud zuhanni egy repülőgép, főleg leszállás közben. Nálunk kevésbé, de a világon viszont legjobban elterjedt Chemtrail bizonyíték ugye az az volt, amikor az Egyesült Államokban, Kaliforniában tartottak egy közmeghallgatást Chemtrail ügyben.
Ez egy teljesen normális meghallgatás volt, mindenről volt szó, csak éppen Kentréről nem egyébként. Volt szó légkörmódosításról, ez amit beszéltem, hogy megpróbáljuk megakadályozni a klímaváltozást, és az, hogy ennek milyen veszélyei vannak, a már említett repülőgépből szórt infra- és radarcsapdáknak a környezeti hatásairól volt szó, arról, hogy a helikopterről szórt műtrágya az mennyire sok kárt okoz. Ugye a biotermelőknek nagyon kellemetlen, hogyha a helikopterből szórt műtrágyát az ő földjükre a szél átfújja, mert akkor ők már nem tudják azt bioanyagként eladni azt a terményt. És akkor azt az interneten úgy került fel, hogy a végén egy csomó ilyen repülőgépes képbe volt vágva, hogy úgy tűnjön, mint hogy ezek Kentréről beszéltek volna. A leggyakoribb bizonyítékok még ugye a fényképek. Ez gyakorlatilag mindegyik olyan kivétel nélkül, hogy valamit félremagyaráznak, vagy szándékosan hamisítják. Fenti képen mind kísérleti repülőgép van. A két képen, amin ilyen tartályok vannak, az arról szól, hogy mikor elkészül egy új repülőgép, azt nyilván nem úgy tesztelik, hogy egyből beleültetnek 200 embert, aztán vagy lezuhan, vagy nem, hanem víztartályokkal szimulálják az utasoknak a tömegét. Sőt, ezekben még oda-vissza, jobbra-balra pumpálgatják a vizet, hogy a repülőgép stabilitását teszteljék, hogy mi van akkor, hogyha a csomag, például az emberek által hordozott podgyász a csomagtérben odébb csúszik. Aztán ugye a másik repülőgép a középső képen, az ugye az pont ez a repülőgép, amit mondtam, hogy ezt a túlhűtött vizet spicceli a jegesedés vizsgálatára. Az alsó képek azok a kedvenceim, ezt magyarországi sajtót megint megjárta, hogy tüntetnek az amerikai pilóták a Kentrail ellen, mert már nem akarják ölni az embereket. Tök jó, fizetésemelésért tüntettek valójában. Ezek katonai gépek, amik szintén félre vannak magyarázva. Látszik egy repülőgép, hogy simán engedi az üzemanyagot, mert túl sok kényszerleszállás előtt le kell engedni az üzemanyag egy részét, mert a repülőgép akármilyen nagy súlya nem tud leszállni. Tűzoltó repülőgép is van, meg olyan is, ami egyébként tényleg permetez, ez egy bejelentett cucc volt egyébként, ez egy járvány kapcsán szúnyogot írtott tulajdonképpen az amerikai légierő Dél-Amerikában, és akkor erről is voltak ilyen hamisított fotók. Ebből ilyen fotós hamis bizonyítványból egyébként több százezer létezik, tehát ezt nem tudom nagyon megfogalmazni, mint úgy, hogy ez a flódolás, ugye ez a gizsgalop, amit mondtam, ez a tömeges hazugságnak a tipikus példája. Leegyszerűsítve ezt talán úgy lehet megérteni, az, hogy itt felteszek az internetre több ezer fotót késről, az még nem lesz egy késelésre bizonyíték, az csak annyit jelent, hogy nekem nagyon sok késem van otthon. Aztán van megint olyan, ami igaz is, meg nem is. És ugye ez is a Kentrailnek egy valóság alapja, hogy például a légkörben a stronciumnak és a radonnak a mennyisége brutálisan magas, ez ráadásul veszélyes, és ugye a stroncium a szervezetbe kerül, azért az elég komoly problémákat tud okozni. Ez teljesen igaz. Tehát ebben a Kentrail hívőknek totálisan igazuk van, ezzel egy baj van, hát ennek megint csak semmi köze nincs a repülőköz, ez a közel 2500 kísérleti atomrobbantáshoz, meg ugye a két éleshez kötődik. Tehát nem sok köze van a légi közlekedéshez. Ugye a bárium és az alumínium értéke is brutálisan magas tud lenni a kimutatott példákban. Én ilyennel találkoztam. Ez teljesen jó, csak hát ez tök normális dolog. Egy nagyobb mennyiségű talajból ki tud ázni nagyobb mennyiségű alumínium vagy bárium, és az alumínium egyébként az egyik fő alkotója a talajnak a szilícium mellett, tehát brutálisan sok van benne. Viszont, hogyha a talaj savanyodás miatt a talajnak a pH értéke megváltozik, akkor bizonyos vegyületek mobilisábbá válnak, könnyebben kioldódnak a talajvízbe. És például a városokban, ahol savas a talaj, vagy ahol nagyon túlműtrágyázzák a talajt, ott ez tényleg tud problémát okozni, tehát ennek van reális kockázata, sőt a mezőgazdaságra is nagyon rossz hatással van, de ennek megint nem sok köze van a repülőkhöz. Ráadásul a talajpusztulás az azért is egy érdekes dolog, mert egyébként olyan brutális ütemű a világon, hogy jelenleg úgy állunk, hogy hát, hogy hamarabb fogunk élni halni, mint hogy a klímaváltozástól megsüljünk, most nyilván egyszerűsítettem, megdramatizáltam. A Kentrailre a másik ilyen viszonylag elterjedt bizonyíték az úgynevezett Morganon-szindróma volt. Ez tulajdonképpen arról szólt, hogy a betegeknek ilyen furcsa sebeik voltak, amiben ilyen fekete szálak voltak, amik nem is nagyon akartak elégni. Ráadásul körülötte ilyen brutális, fekélyes sebek alakultak ki, amiket teljesen képtelenek voltak gyógyítani. Ez létező betegség, több százezer ember szenved benne a világon, ezzel egy baj van, hogy ennek megint csak semmi köze nincs a repülőgépekhez. Ez arról szól, hogy a textilipar az hát a világ egyik legnagyobb környezetszennyezője, részben a műszálas anyagok miatt, részben pedig azért, mert azok az iparnövények, amit használunk a textilgyártáshoz, azok rengeteg permetezőszer tartalmaznak. És a ruha, amikor megveszi az ember, abban csomó permetezőszer van, és ez bizonyos emberekből, pláne hogyha ez nem jó van előkészítve a ruha, tehát ez a occo távol-keleti gyártmány, akkor ez tud allergiát okozni. És itt arról van szó, hogy tulajdonképpen nem a sebben alakult ki ez a fekete szál, ahogy a Kentrail hívő kiszik, hanem a szál, ami a rossz minőségi rutáról a bőrre került, az okozott egy allergiás reakciót, és a szál körül alakult ki ez a fekélyes seb.
csak ugye a sebet, hogy elkezdi a szervezet gyógyítani, gyakorlatilag belenőtt a sebbe, bele, hogy a seb varosodik, a sima kötszer is bele tud kötni a emberi sebbe, és gyakorlatilag erről van szó. Meg nagyon sokan csak bemagyarázták maguknak. Azt nem tettem fel a diára, csak így megemlítem, hogy egyébként az alumínium és például az időskori elbutulás között is ma már van kimutatva összefüggés, csak megint nem a repülőgépekhez kötődik, hanem a élelmiszerek, a smink és a többi. Vagy mondjuk, aki például festőként dolgozik, annak a szennyezése tud ugye okozni problémát, de nem úgy, hogy az emberek elképzelik. De hogy a chemtrail az tulajdonképpen miről szól? Csúnya, gonosz, alakváltó gyíkember háttérhatalom, jó, ki akar minket embereket írtani, vagy népesség gyéríteni akar. Itt ugye két verzió volt, az egyik az arról szól, hogy legyen kevesebb ember, hogy ne zabáljuk le a bolygót, mint a sáskák, ugye félünk a túlnépesedéstől. A másik fele pedig arról szólt, hogy teljesen ki akarják az embereket írtani, hogy egy pici elit, ez általában arról szólt, hogy ezek vagy földön kívüliek, vagy az üreges földből jövő gyíkemberek, vagy akármi, vagy akár csak a csúnya, gonosz zsidó elit ki akarja írtani jól az emberiséget. De hát, ha ez igaz, mert most egy pillanatra tételezzük fel, hogy ez igaz. Hát akkor ez a háttérhatalom, hogyha ordinálni nagy pancser, hát amióta csinálják elvileg a chemtrailt, azóta gyakorlatilag duplázódott a világnépesség. Ráadásul jó ez a módszer. Hát nagyon látványos, hát mindenki látja a kondenszcsikokat. Olyan vegyszereket kéne szórni, amiket ki tudunk mérni, ehhez még a szuperlabor se kell, amit most épül. És hogyha egyszer doktor Genya úgy döntene, hogy itt jó kiírti az emberiséget, akkor mi lenne rá a jó módszer? Ezt nem én találtam ki, erről van egy ilyen nagyon jó könyv, ez a Lugánói tanulmány, ez tulajdonképpen egy ilyen thriller, sci-fi, krimi, nem tudom mi a jó kategória rá. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy mi lenne, ha egyszer a világ milliárdosai úgy döntenének, hogy az emberiség többségét így elteszik lábaló, hogy könnyebben kezelhető legyen a világ. És ebben több módszert is leír az írónő. Most csak egy pár példát felelvenítek, ugye van egy ideológiai pillér, ez tulajdonképpen arról szól, hogy az embereket jól veszítsük össze, utálják egymást, mit tudom én, rassz, nem, vallás, akármi alapján, az a legjobb, hogyha az emberek olyan szinten elkezdik egymást utálni, hogy a társadalom atomizálódik, szétesünk emberekre, már család sincsen, akkor tök jó, mert az emberek nem fognak szaporodni, ha bajba kerülnek, akkor ugye nem tudnak egymásnak segíteni, tehát nagyobb eséllyel halnak bele, akár egy kisebb betegségbe, plusz még olyan esetben összevesznek, azt mondom, meg is késelik egymást. Egy másik ötlet volt a könyvben, ugye ez a gazdasági pillér, legyenek szegények az emberek, meg jó adósak, mert ha azon izgulnak, hogy egyfolytában a tartozást kell befizetniük, akkor legkisebb problémáik is nagyobb lesz, mint hogy gyereket vállaljanak, vagy ha vállalnak is gyereket, akkor legfeljebb egyet vagy kettőt, nem többet. Politikai pillér, nekem ez a kedvencem, jó sok konfliktust kell csinálni, hát ez elég logikus, háborúban az emberek elég erőszeretettel megölik egymást. Sajnos van is egy pár háború, a legutóbb, ha jól emlékszem, mikor néztem, 62 háború zajlott egyszerre a világban. Erről Magyarországon általában egyről vagy kettőről hallunk. És van a pszichológiai pillér, ez tulajdonképpen arról szól, hogy minél magányosabb, minél betegesebb életmódot folytató embereket terjeszünk el. Ez a lázduhányos, alkoholista szinni az igazán profi, akkor gyorsan kihal az emberiség. De a könyvben van egy zárószó, egyébként gyakorlatilag egy ilyen utóirat, hogy de még egyszerűbb lenne az ivóvizeket, meg az élelmiszereket megenni. Én most nem akarok titeket mondani, meg szerintem, mint a vegyészek nálam sokkal ügyesebb vegyszereket tudnának kitalálni. De amikor a csapvizet nem lenne olyan nagy kunszt, meg szennyezni Budapesten, hogy pár éven belül mindenki rákos legyen. Egy darab molekula kell tulajdonképpen hozzá típusú. Innen nézzük, akkor hát azt kell mondanom, hogy a népesség gyérítésére ez a chemtrail dolog, ez nem igazán jó. Ez nem nagyon vál be. Tulajdonképpen ennek egyiknek se felel meg, ráadásul ez mind külön-külön sokkal egyszerűbb lenne, mert ez csak média kell, meg egy-két hangos politikus, vagy mondjuk egy influencerek az Instán tudnák terjeszteni, tehát ehhez nem kell több százezer pilótát, repülőgépszerelőt lefizetni, rengeteg cuccost kiszórni a repülőgépekkel. De hát ugye mi a chemtrail lényege? Hát ugye azt mondtuk, hogy népességritkítás, de ugye a chemtrail konteónak az alapvetése, és akkor most a leges-legelső chemtrail verzióról beszélek, ugye ami 99-ben létrejött, azaz én egyes számmal jelöltem, ugye ez olyan állami támogatással végzett tömeges beavatkozás, aminek az a lényeg, hogy tulajdonképpen az embereket megritkítjuk, úgy, hogy korábban haljanak meg, lehetőleg demensre is váljanak, mert ugye kell a szavazóbirka, ugye ez a konteónak a lényege, hiszen a háttérhatalom így tud érvényesülni. Nagyon fontos, hogy az áldozatok csoportja szelektíven kiválasztható legyen, tehát ne halljon meg itt mindenki, mert nekünk azért, mit tudom én, az iparban a dolgozó kell, meg a mérnök, hát a többi az pusztuljon, ugye ez a Conteo elméleti állítása. Ugye a Conteo szerint arra érdemesült szakemberek, tudósok, mit tudom én, a tábornokok kapnak ilyen ellenanyagot az alumíniumra, és akkor ők majd úgy jó megmaradnak, vagy citrommal lúgusítanak, nem tudom.
Azt hiszem a legelterjedtebb az egyébként, hogy pívizet és hidrogénperoxidot kell egyszerre inni, mert az nagyon egészséges. Senki ne próbálja ki otthon. A cél, hogy ugye talajpusztuláshoz hozzájárul, ugye ez már a Bacon-Teo, ami a második, ugye, amit a Bellék csináltak, mert ők azt mondták, hogy itt tulajdonképpen minket éhen halasztani akarnak, nem csak simán kiirtani. És ez mi kell? Hát legyen rossz a talaj, pusztuljanak el a növények, a vizek legyenek minél szennyezettebbek. Jó, mondjuk ez tudjuk, hogy ehhez azért nem kell nagyon a chemtrail, mert megoldjuk mi ezt magunk is. Hát ugye gondolom a tiszai katasztrófáról, vagy a Habzórábáról már mindenki hallott az országban. Ráadásul az is nagyon fontos, hogy ezt a chemtrailnek gyakorlatilag az összes verziója állítja, hogy az anyagi haszonnal jár az elit számára. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nem, hogy nem kerül nekik pénzbe, hanem hatalmas nagy bevételeik vannak. Ugye az egyes szerint azért, mert ugye itt a bevétel az az, hogy utazol a repülőn, meg mellesleg még írtanak, a B verzió, ugye a belléféle verzió szerint meg azért bevétel, mert így jó, sokkal drágábban tudják eladni az élelmiszert, ha kevés az élelmiszer. Ha végig gondoljuk ezeket a tényezőket, akkor így kalambó felkiáltana, ugye, hogy hát, basszus, ilyen van? Van olyan dolog a világon, ami úgy működik, hogy az emberek korábban halnak meg tőle és demensé válnak? Van, hát több is, hát, ha más nem mondjak, itt az alkohol is. Szelektíven választható ki az áldozatok csoportja, a talajpusztuláshoz vezet és anyagi haszonnal jár. Hát mi ez? Hát könyörgöm, ez a dohányzás. Miért? Ugye, hát a dohányzástól korábban halnak meg az emberek, ezt nem kell magyarázni, Magyarországon is vezető halálok. Szelektíven választható ki az áldozatú csoport, egy nyilván, aki rászok. Jó, hát a kocsmában dolgozó pultosok nagyon sok országban még szívóágon vannak, Magyarországon mondjuk ők megúszták. Nagyon fontos, hogy eldobott csikk és a dohánytermesztés, ez egy irgalmatlanul környezetszennyező dolog. Maga a dohánynövénynek a termesztése már nagyon környezetszennyező, ugye műtrágya, permetezőszer. Ráadásul, ahol dohányt termelünk, ott se élelmiszert termelünk, tehát még az éhenhalasztás is benne van. És maga az eldobott cigarettacsik az tulajdonképpen nagyon környezetszennyező dolog, hát rengeteg olyan anyag oldódik ki a talajban, meg a talajvízben, aminek nem szabadna ott lennie. Tulajdonképpen még a nagy adóbevétel és a nyereség is garantált, hát azért ki mondja azt, hogy a cigaretta nem egy nagy biznisz, és ugye hatalmas egy állami adóbevétel is van belőle. Úgyhogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, a chemtrail létezik, csak semmi köze nincs sem a csíkokhoz, sem a repülőkhöz. Így azt veszük, igazából a chemtrail Conteo sokkal közelebb áll a valósághoz, mint mondjuk a horoszkóp. Igazából ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Kedves Gábor, köszönjük az előadást, és akkor az lenne a kérésem, hogy a jelenlevőknek van-e olyan kérdése. Egyetlen egy kérésem van, hogy ahogy a Gábor is mondta, ugye, hát nem is azt mondanám, hogy ez egy vallás jellegű hit, de ez valamilyen fajta hit, hogyha valaki ember hit. Én azt el szeretném kerülni, hogy itt a nyilvánosság előtt egy ilyen hitvita alakuljon ki. Tehát kérném szépen, hogyha bárkinek van kérdése, akkor ne egy ilyen indulatból, sértődésből levő kérdések merüljenek fel. Tessék! Legalább hármat egy helyben ki tudok találni. Hát ki kéne menni Ferihegyre egy nagy valamilyen mintavevővel, és megnézni, hogy ott pont a leszálló pálya a végén, ott ugye laknak is emberek, nem is túl messze. Meg lehetne mérni, hogy mi hullik ki a légkörből, azt be lehetne vizsgáltatni, hogy van-e benne stroncium, lítium, alumínium nagyobb arányban, mint bárhol máshol a városba. Nehéz lenne mondjuk kiszűrni az általános budapesti légszennyezést belőle, hogy mi az, amit mondjuk a dízelautók eregetnek el. Egy másik verzió lenne az például, egy teljesen egyszerű módszer, hogy el kell menni sörözni azokkal, akik dolgoznak a reptéren és tankolják az repülőket, hogy miket. Van az a mennyiségű sör, hogy az ember őszintén iszta magát. De egy kicsit tudományosabbat mondjak, meg kéne nézni, hogy például abban az időszakban, amikor állítólag megkezdődött a chemtrail, tényleg volt akkor a brutális mennyiségű növekedés az alumíniumiparban, mint volt-e. Ennek én utána néztem egyébként, nem az alumínium termés, az teljesen konzekvensen növekedik, hogy nő az alumínium felhasználásunk. Ezek olyan dolgok. A légköri atomrobbantás meg egy objektív dolog, tehát azt nem nagyon kell mérni, arról rám a millió szakcikk. E-mailbe szívesen írok még többet is. Kérdés? Hát
ez egy jó kérdés. Hát alumínium stroncium gyakorlatilag bármint tud lenni, meg bármiben, ugye a légkör szennyeződött ezekkel. Ugye a légkörben alumíniumot például az ipar is okoz. Stroncium az egész bolygón van, azt teljesen beszórták. Kormeghatározásban, például a földrajzban egy hatalmas nagy probléma, ugye az 50-es évek utáni dolgoknak a kormeghatározásában. Szóval biztos, hogy keletkezik egyébként, szerintem a dohánytermékeknél sokkal nagyobb problémát inkább a egyéb hozzáadott vegyanyagoknak az égése során keletkező vegyszerek okozzák. Meg hát azért maga a szén-dioxid, szénmonoxid, a parázsban keletkezik a szénmonoxid, az alapból tudjuk, hogy nagyon egészséges. Mindenkinek ajánlott, nem, hát nyilván az magában. Aztán, ha jól emlékszem, legutóbb valami 2000 féle káros anyagot mutattak ki a dohánytermékekből összesen, szóval. Azért azok nagyrészt ilyen kellemetlen formára égett szerves anyagokról van szó, amik esetleg erősen karcinogének, vagy ilyen, tehát nem. A dioxin az egyik legrákkeltőbb anyag például, és ez biztos, hogy képződik a dohánytermékek égésekor. És az ilyen elektromos füstölősöknél is, szóval még az sem jelent megoldást. Ha nincs további kérdés, egy kicsit más irányba terelném a dolgot. Ugye az elmúlt években az újságokban láttuk, hogy alapjában mondjuk azt mondom, hogy a szúnyogírtás, tehát mondjuk a turizmus szempontjából, vagy egyáltalán a kistelkes emberek szám a lényeges dolgoknál, ugye a légi írtást erősen átterelték egy földi írtás jellegére. És ugye az embernek a légi írtásnál jött évente egyszer-kétszer a Balatonparton, látta az ember, hogy jön alacsonyan a repülő és besráfozza a hegyet, akkor bevitte az ember a dinnyéjét, nem akkor kinette. Ugye a földi írtásnál meg elég rémisztő képeket lát az ember, hát az utolsó képet itt Budapesten láttam, a fiam küldte, ahol egy ilyen feltétlenül melegkötképzéses technikával ugye végighaladt az utcán egy autó, és utána gyakorlatilag percekig esti fényben egészen furcsa fényjelenségek voltak. Tehát olyanok, mint amiket Róka tanár úr szokott itt nekünk bemutatni, ha nem látjuk egymást, körülbelül olyan állapotok vannak. Na most egy geográfusi szemlélettel én nekem az egyik kérdésem az az lenne, hogy hiszen azért az úthálózat bizonyos területeken nem olyan sűrű, mondjuk egy kiskertes övezetben, vagy akár a Balaton partja környékén, vagy bárhol azokon a részeken, hogy az ember úgy érezze, hogy ezzel a földi technikával pótolni tudják az egyiket, ez az egyik kérdésem. Másik az, hogy az ember sokszor azt gondolja, hogy az, amit látunk, és látszik, hogy füst és valami, az sokkal rosszabb. És majd, tehát ezt a két dolgot, ha egy kicsit ilyen, ha nem is a chemtrail konteójából, de hogy tud, van-e valami személyes véleményed róla? Én csodálom egyébként, hogy még erről nincsen konteó, tehát szerintem csak időkérdése. Hát az első, az biztos, hogy egy probléma, hát azért csak Kecskemétből, Szegedből indulok ki, hatalmas nagy tömbös területek is vannak, ahol biztos vagyok benne, hogy nem működik. Ráadásul még az utcát le tudják így fújni, de például a házak közötti területek nem. Ahol aztán növényzet, még akár víz is, amiben ki tud kelni a lárva, az lehet. Meg főleg ott nem működik, és nekem a kedvenc, én ugye alapvetően vidékfejlesztésben külterületeknek a dolgaival foglalkozom, a doktorimat is ebből írtam. Külterületeken ugye nagyon ritka az úthálózat, és nem csak tanyákra kell gondolni, például városperemi zárt kertek, szőlőhegyek, ahol megy egy-egy utca köztük, meg hatalmas földek vannak, hát ott szerintem a nullához konvergál a hatékonysága ennek. Tehát a repülőgépes permetezés az ilyen szempontból jobb volt. Én abban sem hiszek személy szerint, hogy egyébként a méhekre ez kevésbé lenne problémás. Olcsóbbnak se hiszem, tehát ez szerintem ez egy kicsit egy ilyen tévút. De ugye nagyon sokszor jellemző, hogy beleszeretünk módszerekbe, és nem azt nézzük meg, hogy hatékony, hanem a módszert szeretjük, és ráhúzzuk mindenre. A másik kérdés az meg ilyen szempontból, hogy a biztonságpercepció az embereknek az nagyon fura. Tehát a repülőgépes utazástól mindenki fél, hogy úristen, mi lesz a lezuhan, pedig tudjuk, hogy a nagykörúton este átkelni sokkal veszélyesebb. Hát mondtad, hogy idefele kétszer történt igen, az, igen, hogy igen. A pirost megszegő gyalogosok itt az utolsó egy kilométeren kockáztatták az előadóknak az testi épségét a piroson átszáguldó autósok, majdnem elmarad az előadásunk emiatt. Mondjuk Sántikával is tudok beszélni, de igazándiból szerintem ez... Hogy mondjam, egy füstöt látni közvetlen közelről sokkal ijesztőbb, mint hogyha az fejünk fölött van. Ugye például ezért van az, hogy egyébként ha a chemtrail-es fotókat megnézzük, a döntő többség az vagy korán reggel, vagy késő este készül, amikor a napfény nagyon éles szögben csapódik vissza róla, és jó beszínezés. Azt szeretik a legjobb, amikor hátulról átsüt rajta a fény, mert akkor még ilyen szivárványszínűre is kiszíneződik, és akkor egyben arra gondolunk, hogy azért szivárványszínű, mert benne van a vegyszer, ugye. Hát nem a vízgőz, azt tudjuk, hogy ő maga tudja ilyet csinálni, hát az eső és a szivárvány kapcsolata az elég egyértelmű.
Én szerintem itt a fő probléma az, hogy az emberek egy része azért szereti ezt, mert úgy érzi, hogy ha hozzá közelebb van, akkor jobban hat. Tehát, hogyha hozzám közelebb permetezik a szúnyogot, akkor nálam biztos, hogy a hozzám közelebb eső szúnyog az már jó meghal. Csak ugye a szúnyog az akár több kilométert is tud repülni a vérért. Másrészt meg ugye még mindig egyszerűbb szúnyogot írtani, mint hogy mondjuk legyen fecske, és ne verjék le az emberek a fecskefészkeket. Fecské utána lehet nézni, én nem vagyok biológus, nem tudom, irgalmatlan mennyiségű szúnyogot elfogyaszt egyetlen nap alatt. Tehát például jó sok fecskénk lenne, akkor az sokkal kevesebb szúnyog lenne még érítés nélkül is. Megmondom őszintén, hogy Pesten én még szúnyoggal nem nagyon találkoztam, ez nem tudom, hogy egy érítésnek köszönhető, vagy a smognak, de... Ez időjárás, idén előfordult a nedves időben olyan helyeken, ahol máshogy ez nem szokott mondani. Szegeden ugye ott meg az a baj, hogy Szeged ugye hiába van a homok sivatag kellős közepén, ugye van egy csomó tó és ott irgalmatlan mennyiségű szúnyog van. Itt ilyenkor az is bejut egy teljesen egyszerű dolog, földrajz. Nagyon sokszor ugye a településeknek a belterülete az nem a közigazgatásnak a kellős, közigazgatási terület kellős közepén van, hanem a szélén. És nagyon sokszor ős hiába írtja a saját területén a szúnyogot, hogyha a szomszéd település szélén lévő erdőből jönnek át a szúnyogok, mert az közelebb van a belterülethez, mint a másikhoz. Tehát ilyen szempontból az a probléma, hogy Magyarországon az önkormányzatok nem nagyon működnek együtt semmibe, de hát ebbe aztán főleg nem. Tehát mindenkinél lesz házi buli. Hát a szemét lerakót is mindig a szomszéd önkormányzat elé építjük. Igen, tehát viszont ilyen szempontból meg jobb az önkormányzatnak a talajszerű permetezés, mert azt lehet mutogatni a lakosoknak, hogy látjátok, ott ment a permetező autó. Tulajdonképpen egy megjegyzéssel zárnám ezt a dolgot, mert ugye az, hogy mit engedünk ki a levegőbe, erről mi is tehetünk. És nagyon meglepett az a dolog, hogy az úgynevezett bejelentési kötelezettsége a permetezésnek, az nem is olyan régi, tehát egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt lett ez törvény vagy rendelet szintjén, és akkor azért mindenkinek felhívnám figyelmét, én úgy olvastam, hogy csak a motoros permetezőre, de ugye ma már általában hátraszerelhető motorossal dolgoznak, hogy kötelező a permetezést az összes szomszéd számára előző nap szóban vagy írásban jelezni. Tehát léteznek igenis olyan dolgok, amik megmondják nekünk, hogy hogy kell viselkednünk. Ha mi otthon csináljuk ezt a kis chemtrailt, vagy hogy mondjam. És hát az a kérésem, hogy ugye most hallottunk itt arról, hogy vannak, akik ezt kicsit túl bozdgón veszik az ilyen dolgokat, és úgy gondolnák, hogy ez minket írtanak ezzel, ugyanakkor mi szó nélkül fogjuk és lepermetezzük a saját dolgunkat, és nem szólunk előtte egy napon. Most már legalább törvényt vagy rendeletet sértünk vele, idegítottunk. Van-e még kérdés a jelenlevőknél? Meg, hát, ha lesz, akkor nyugodtan e-mailben meg lehet írni, ott látszik az e-mail címben, mindenkinek fogok válaszolni. Ott még két vitát is lehet volna. Hát Gábor, én nagyon szépen köszönöm még egyszer a válaszokat is, és akkor egy...